Szép napot kívánok mindenkinek, üdvözlök mindenkit a YouTube csatornámon. A Gyálfás kúriában vagyok, a Gyálfás kérbe, ahonnan Petőfi utolsó útjára indult a segesvári csatába, és itt egy kürtafa is őrzi az emlékét, haldokszik az öreg tanú, Petőfién kürtafája, azt beszéli kőlelt, ahol verset írni utoljára. Itt van egy szép, csodálatos emlékfal is, és akkor egy picit mesélnék a történetről, ami megtörtént valójában az elbeszélések alapján. 1849. július 30-án olvasom is ezt. Délután 3 óra tájban Marosvásárhelyről érkeztek Ben József honvédei Székelykeresztúrra, fél órával később Petőfi is megérkezett Gyalogai Lajos Tőzskari százados kóberes kocsiján. Az útitárs emlékezetese szerint Petőfi egész felső öltözetét azon szerencsétlen napon egy vitorlavászonból készült blúz mellényes nadrág továbbá egy szürke köppen képezte. Fején egy katona tiszti sapka volt, vállán pedig egy szíjon függő sárga bőrtáska volt. Aznap tikkasztó hőség volt, az egész város az utcákon volt, amikor a honvédek megérkeztek, és csak arra tolongott mindenki, amire Petőfi járt kért. Hallották, amire megígért a tisztársainak, hogy este felkereső őket a város piacán álló Szakály János féle fogadóban. Bem tábornok udvarában álltott, hogy nem onnan folytatódik. Ebéd után Petőfi Zejdomokos honvédszázadosra a Gyálfás kúriát bélő Varga Zsibbonthoz indult. Zejdomokos nem először járt itt, hiszen felesége testvére volt Gyálfáséknak. Varga Zsigmond lovakat adott a honvédségnek, és arra kérte vendégeit, járjanak közben Bemnél, hogy a lovak árához juthasson. Zejdomokos 1816-1849 között Bem József hadsegédje, szabadságharc hőse, fehéregyházi csatatéren küzdött hatalmas túlerővel, hogy elkerülje a fogságba esést, üldözői szeme láttára szíven lőtte magát. Utolsó bajnok volt, aki az ősi férfi rangot joggal viselte. Emlékét őrzi Székelykeresztúron a Zejdomokos technológiai licalom, Köllő Miklós Bond, bronz, reliefje a héjasfalvi Obelixen található. És akkor egy másik kiegészítés, Bent tábornokot Macskás udvarban felállított térparancsnokságon Báró Gamera Gusztáv ebéddel várta, és amúgy egy honvéd hírű vitte, hogy Petőfi is a városban van, igyekezett, hogy a költőt hívják meg ebédre. A térparancsnokságon szolgáltott teljesítő fiatal keresztúri legényeknek közül Sípos Sándort szalasztották a piasztérre, hogy kísérje Petőfit Macskás udvarba. Petőfi úr elindult, én pedig pár lépésre követtem, leérkeztünk a Macskás udvarba, a tornácon Petőfi úr visszafordult, és Kossuth, Pankó, forintot nyomott a markomba Sípos Sándor. És akkor a vacsorára is kitérek egy picit. A Gyárfás kurjában eltöltött vacsora történetét Varga Zsigmond fiának, ifjú Varga Zsigmondnak, a Gyárfás Endréhez 1899-ben írt visszaemlékező levelében ismerjük, 1849. július 30-án érkezett Bent tábornok kis táborával Székelykeresztúrra, és édesapámhoz a tisztek közül többen szálltak be, köztük Zejdomokos is, később híre szaladt, hogy Petőfi is megérkezett, és fenn van a piactéren. És ezen híre édesapám rögtön felsétett a piacra, s ott Novák Antal kereskedése előtt másokkal együtt beszélgetve megtalálta Petőfit, akit meghívott vacsorára, bivajtejes puliszkára. Ő a meghívást szívesen és örömmel fogadta el. 8 órakor már javában folyt a vacsora, melyen többen vettek részt. Jelen volt a polgári elemből kivégzett Gálfi Mihály is. Vacsora után, mert igen jó hangulatban folyt le, kimentek a kérbe, és ott letelepedve a padon, igen jó hangulatban padokra, igen vidám társalgás közt csak hamar énekre gyújtottak, Bolyai Gergelyné rokonom is, testvérem, Róza, igen kellemes, szép hangon rendelkeztek. Virágnak megtiltani nem lehet című dallal nyitva, ilyen hangulatban hamar, ilyen hangulatban, kedves, ilyen hangulatban
maradt a kedves társaság 12 óráig. 12 órakor mindenki távozott a szállásra, a búcsúzáskor megígérte Petőfi, hogyha a harc szerencsés kimenetelő lesz, vissza fog térni. Nem tért vissza, de szelleme ott maradt a szívekben. Varga Zsigmond református templomi kísérte Petőfit, aki elindult Zeneszó irányába, Szakály János fogadó felé. Senki sem sejtette, hogy éjszakában távozó Petőfi alakja hamarosan, ezerszeresen fejnagyítva a legendák és a valóság szárnyán fog visszatérni, hogy örökre itt maradjon Székelykeresztúron, a kúriában Zejdomokos hajtotta álomra fejét. Hát köszönöm mindenkinek, aki megnézte a Gyárfás kúriából ezt a kis beszélgetést. A Petőfi kultusz éli Székelykeresztúron, úgyhogy köszönöm a kedves követőknek. Úgyhogy mindenkinek egy csodás szép napot kívánok. Itt a Facebookon élőben már volt ebbe jelentkezés, most úgy gondoltam, hogy kerüljön fel a YouTube csatornámra is. Úgyhogy üdvözlök mindenkit, sok szeretettel innen Székelykeresztúra, a Gyáfás kúriából, viszont látásra, viszont hallásra.